Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület mai nyilvános ülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt és munkatársait, meghívott intézmények képviselőit, helyi televízió és sajtómunkatársait, munkák iránt érdeklődő választópolgárokat. Külön tisztelettel köszöntöm Tüske Anita asszonyt, a Csorné Napközi Otthonos Óvoda igazgatóját, Sági Géza Tibor urat, a Csorna Projekt Kft. Ügyvezetőjét. Munkánk zavartalansága érdekében megkérek minden kedves jelenlévőt a mobiltelefon kikapcsolására, vagy pedig elhalkítására. Megállapítom, hogy a testület ülésének összehívása az SMS-ben foglaltaknak megfelelően történt. A képviselőtestület határozatképes, 12 tagjából mind a 12 fő képviselő jelen van. A testület ülését megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, most javaslatot teszek mai nyilvános ülésünk tárgyalási sorrendjének és napirendjének megállapítására a kiküldött meghívónak megfelelően. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag ülésünk napirendjét, tárgyalási sorrendjét elfogadtuk. Mielőtt rátérnénk az első napirendi pontokra, szeretném jelezni, hogy mivel a bizottságok minden egyes napirendi pontnál egyhangulag támogatták a napirendi pontoknak az elfogadását, ezért most külön-külön őket nem fogom megkérdezni, hiszen mindegyiknél támogató, egyhangú támogatói álláspontjukat kinyilvánították. Rá is térek első napirendi pontunkra, előterjesztés az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Megkérdezném, hogy kérdés, észrevétel bárki részéről van-e? Nem látom, hogy lenne, akkor kérem, hogy aki a rendelet módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Aki nem ért egyet, és aki tartózkodik, nem látom, hogy a képviselő úr melyiknél tette fel a kezét. Az igen. Jó, akkor 11 igen, egy tartózkodással elfogadásra került. Következő napirendi pontunk előterjesztés a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Szintén kitárgyaltuk bizottságén. Kérdezem képviselőtársaimat, kérdésük, észrevételük. Amennyiben nincs, kérem, hogy támogassák. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Harmadik napirendi pontunk előterjesztés a Csolnai Napközi Otthonos Óvoda szakmai munkájáról. Itt igazgatóasszony az előterjesztő szeretné kiegészíteni, vagy bármilyen nem, akkor megkérdezném, hogy kérdés, észrevétel, akkor megadom a szót, és akkor az igazgatóasszonyhoz lehet. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, alpolgármester úr, jegyzőasszony, intézményvezető asszonyhoz lenne kérdésem. Március környéken ugye már tárgyaltuk az óvodát, illetve ön áprilistól került kinevezésre. Az első kérdésem az lenne, hogy ki készítette ezt a beszámolót? A beszámolót én készítettem, és április 2-től vagyok, hivatalosan május 2-től vagyok az intézmény vezetője. Igazából én erről a pár hónapról tudok beszámolni. A beszámolomban a munkaközösség vezetők segítségével tettem hivatalos százalatokat, mivel nem az év elejétől vagyok, a munkatervet sem én készítettem, én csak becsatlakoztam és próbáltam megvalósítani az előző vezető által kiírt munkatervben lévő programokat, amit én úgy gondolok, hogy sikeresnek ítélek a beavatkozási kampányt is, igazából a programok megvalósítását, így a vezetőváltás ellenére is sikeresnek gondolom. És a munkaközösség tagok által kaptam adatokat, és azok által tudtam összeállítani a beszámolómat. Megmondom őszintén, hogy úgy került a látókörömben, én elhoztam, kinyomtottam a tavalyi, illetve az idei beszámolót. Ezt el tudom fogadni, hogy nyilván mivel rövid volt az ön által végzett tevékenység, hiszen április óta dolgozik, de ez a beszámoló az utolsó összegzésben is a korábbi óvodavezető beszámolóját tartalmazza. Ráadásul, ha jól láttam, amit észrevettem a táblázatokban, hogy az óvónői létszám, illetve a dolgozói létszám számításánál
táblázatok vagy törlés nélkül maradtak benne olyan adatok, amik nem passzolnak a jelenlegi létszámmal, illetve az is kiderül, hogy itt van, meg tudom mutatni. A jelenlegi létszám azért nem egyezhet valószínűleg, mert azóta, mióta a beszámoló készült, azóta már mentek el kollégák, vagyis hogy felmondásukat töltik. Igazából azok az adatok azért lehetnek csak valótlanul. De valójában ez a beszámoló június 19-i dátumot tartalmaz. Igen. Nem mindegyik óvónő, mert láttam felsorolásban, hogy név szerint fel is vannak tüntetve, hogy kik mondtak fel, illetve tudomásom szerint az elmúlt héten is történt még egy felmondás. A múlt héten, igen. Ettől függetlenül a programokban, illetve a tevékenységekben még az ő nevük szerepel. És hát attól még jobb viszonyukat töltik szeptember 3-áig, a nyugdíjas kolléganő pedig október közepéig. Ez is rendben van. De még egyszer mondom, elhúztam a tavalyit, az idejét. Kihúztam, hogy melyek azok a mondatok, amik teljesen megegyeznek. Ön az összegzésben a legvégén is a korábbi óvodavezető gondolatait fogalmazta meg. És ez véleményem szerint a plagizálás, nyilván van lehetőség más szellemi munkájának az igénybevételére, de akkor forrásként ezt meg kell jelezni. És számomra így ebben a formában ez a beszámoló elfogadhatatlan. Köszönöm szépen! Én csak annyit szeretnék visszakérdezni képviselőasszonytól, hogy akkor megnézte a még előtte lévő óvodavezetőnek és a múltkori óvodavezetőnek is a beszámolóját. Összeegyeztette. Csak hogy akkor kiplagizált, tehát egy óvodai beszámolónál nem tudom milyen új gondolatokat szeretne, amikor ott megvan határozva, hogy mi az, amiről be kell számolni. Ezek az előzőlése önálló gondolatok voltak, hanem gondolom, én nem vagyok intézményvezető, legalábbis ilyen oktatási nevelési intézményvezető, biztos, hogy meg van határozva jogszabályilag, hogy mikről kell beszámolni. Tehát az, hogy mondjuk arról beszámol itt is, meg ott is, hát ez nem egy szellemi mű, bocsánat, ez egy beszámoló. Megadom a szót. Van egy váza. Egy-kettő? Ildi, te is tudod, hogy van egy háza az intézményi beszámolónak. Most az nem bűn, hogyha változatlan feladatokat láttak el, akkor miért fogalmazom meg új mondatot csak azért, mert az változatlan maradt. Egy-kettő, a munkaközösségvezetőkkel biztos, hogy az Anita minden esetben egyeztetett, mert a munkaközösség beszámolói alapján készíti el az Anita az ő beszámolóját. Tehát úgy tudom, több munkaközösség is van. A munkaterv. A munkatervet szeretném mondani, a munkatervet ugyanaz elkészítheti intézményvezető, de a nevelőtestület fogadja el. Tehát ott is minden egyes megvalósult program az óvónők, illetve munkaközösségek beszámolója alapján kerül be a munkatervbe. Tehát abszolút nincs benne olyan, én is elolvastam, ami nem fedi a valóságot. Tehát abszolút megfelel az intézmény szerkezetének. A másik a státuszban levő, attól függ, hogy szűnt meg a munkaviszonyuk. Felmondással szűnt meg, vagy pedig áthelyezéssel, vagy mit tudom én, felmentési idővel. Ha felmentési idővel szűnt meg, annak még bent kell, hogy legyen a státusza. Nincs, ne haragudj, én is elolvastam, szakmai baki nincs ildi. Jó, még... Jó, nem láttam elnézést, képviselő úr. Jó. Először is én szeretném megköszönni, hogy azért a ismert körülmények mellett gyakorlatilag jó színvonalon működhet az óvoda a továbbiakban is. Nyilván egy új felállás lett itt az év közben. Én elolvastam én is a beszámolót, aminek az adatai gyakorlatilag megfelelnek a valóságnak. Az, hogy néhány mondat, ahogyan képviselő azt, hogy mondta, talán néhány mondat ugye benne van, benne lehet az előző beszámolóban is. Az előző beszámolót is egy munkaközösség írta, tehát nem egyedül egy vezető. A munkaközösség jelenleg is rendelkezésre áll intézményvezető azt, hogy mellett. Én azért nem találok ebben kivetni valót. Ami minket
képviselőtestületet érdekel adat, és amiből mi dolgozunk és döntéseket meghozhatunk, azok a valóság. Tehát röviden fogalmazva lehet kukacoskodni, de egyébként a beszámoló teljesen rendben van. Köszönöm. Még valaki? Akkor egy viszont válaszra megadom, és utána én is szeretnék még egy mondatot. Most is fönntartom, tehát szó szerint ugyanaz. Ettől függetlenül, hogy az korábbi intézményvezető mennyit vett a vázlat alapján, illetve a törvényszerűség alapján figyelembe, az egészen más, hiszen az az ő szellemi terméke, ha mondhatom így, de nem. Jó. Ebben nem más, más a véleményünk, így van, nem értek egyet. Most is fönntartom, hogy szóról szóra egyezik, még a befejező mondatoknál is. De viszont megkérdezném azt, és én egészen másképp látom, lehet, hogy rosszul az óvoda helyzetét. 7 óvónő távozik. Szeretném megkérdezni, hogy milyen tervek vannak az irányban, hogy szeptember 1-től, amikor a gyerekek megkezdik az óvodát, kik fogják ellátni az óvónői feladatokat, vagy esetleg pedagógiai asszisztenseket kívánnak-e igénybe venni, amennyiben igen, akkor, mert itt a beszámolóban 2 fő szerepel, nyilván 8 csoportról beszélünk, ugye? Igen, ez a 7 fő, elnézését kérem, ez nem 7 fő, hanem 6 fő, mert a 7. fő majd októberben szűnik meg a munkaviszonya. Az előző években is voltak betöltetlen állások, ez a dömping szám abból is adódik, mert akkor sem sikerült a pedagógusok állását betölteni, ez nem az idei évben volt már probléma. Meg én úgy érzem, hogy szerencsésnek érezhetjük magunkat az országban abból a szempontból, hogy óvodánkat csak most érte el ez a hullám, hogy pedagógus hiány van. Ez nem csak a városban jellemző, ez a környéken már sajnos évek óta fennáll ez a pedagógus hiány, és egy pár fő helyét pedig próbáljuk betölteni. Az állások meghirdetésre kerültek, és még szeptemberig van időnk, hogy jelentkezzenek kollégák. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én minden esetre én is köszönöm a beszámolót, meg az, hogy pár hónap alatt ilyen szintű, színvonalú dolgot csinál. Ez ugye ez az előbbi kérdés, ez már felmerült a múltkor is. 2-3 évvel ezelőtt, amikor mondjuk 6 állásán volt betöltve, akkor valahogy képviselő asszony nem aggódott, és akkor is tudott menni az óvoda zavartalanul, tehát a működése. Én még egyszer arra kérem képviselő asszonyt, hogy ahogy itt, amikor az Anitát kineveztük, hogy ne hergeljük a lakosságot. Tehát, mert ezek a mondatok is csak arra jók, hogy szeptembertől kifogja az óvodába. Meg lesz oldva. Higgy el, képviselő asszony, hogy meg lesz oldva. Úgyhogy ennyit szeretnék. Még egyszer nagyon szépen köszönöm Anitának, és egy utolsó mondatra a polgármester úrnak megadom. Köszönöm szépen, és azt érzem, hogy ezekből a mondatokból képviselő asszony a jó indulat bizony a legkevésbé is hiányzott. Én is meg szeretném köszönni Intézményvezető asszonynak a munkáját. Választási kampánynak vége. Ugye? Én azt látom most már egyiket hónapok óta, hogy a SZOC központ után most az óvoda van terítéken, hál' Istennek már csak 3 hónapig. Intézményvezető asszony az összes jelenleg is megválasztott képviselő is, itt a megválasztottam van a szó, bizalmát élvezi, úgyhogy sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm. Én is köszönöm. Akkor kérem, hogy aki egyet ért, az a vadabeszámolóval kész felemeléssel jelezze. Aki nem ért egyet, és aki tartózkodik, köszönöm. Akkor 10 igen, 1 nem, mert 1 tartózkodással elfogadásra került. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a Csónaváros önkormányzat által fenntartott nevelés-oktatási intézmény engedélyezett csoportlétszámának meghatározására. Itt van egy kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy készfelemeléssel támogassa, aki szeretné. Köszönöm, aki nem támogatja és aki tartózkodik. Megállapítom, hogy 11 igen, 1 tartózkodással, 1 elfogadásra kerül.
Ötödik napirendi pont, előterjesztés a Csolna projekt Kft. Alapító okiratának módosítására, régi telephely törlésére, új telephelyek létesítésére. Kérdés, észrevétel bárki részéről. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy azok a helyrajzi számok melyik épületet fedik le, mert számomra ebből nem derül ki, hogy Lakidöme utcából hova költözik. Az előterjesztés körülbelül fél oldalas, és a körülbelül hetedik sorában oda is van írva, de jegyző azt, hogy megkérem, hogy akkor mondja. Ha a képviselő azt, hogy nézi, akkor itt a Csorna külterületi ingatlan az a kivett fürdő, aztán a kivett termálkút, aztán árok, aztán a kivett sporttelep az, amelyekkel kapcsolatban ugye vagyonkezelői szerződés van, de telephelynek még nem volt beegyezve, valamint a szolgáltatóház ezekre vonatkozóan. És már nincsenek ők a lakidömében. Pontosan, azt tehát a gyakorlathoz hozzáteszünk. A valósághoz, meg hozzáigazítjuk a cégiratokat, hiszen a tényleges használt vagyonkezelés is ilyen értelemben zajlik ezeken a területeken. Köszönöm. Még kérdése észrevétele bárkinek? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Aki nem fogadja el, és aki tartózkodik, megállapítom, hogy 10 igen, 2 tartózkodással elfogadottnak minősül. Következő napirendi pont, előterjesztés a Csorna projekt Kft. Maximum 50 millió forint összegű folyószámla hitel per átmeneti rulírozó hitelszerződés megkötésének előzetes jóváhagyása önkormányzat kezesség vállalásával. Megkérdezném, hogy itt kérdés észrevétel bárki részéről. Amennyiben nincs a bizottság akkor rak föl egyszer hamarabb, amikor külön téged néztelek. Tehát mire nem nézek oda, akkor teszed fel, úgy nehéz lesz. De megadom a szót értelemszerűen. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez az 50 milliós hitelre most miért van szükség? Tudomásom szerint több esetben visszafizetési kötelezettséggel kapott az önkormányzattól támogatást a Csorna projekt, és ez most miért nem oldható meg csak hitellel? Jó, megadom a szót. Ügyvezető úrnak. Nem hiszem, hogy nem tudnám elmondani. Tisztelt közgyűlés, kedves képviselő asszony, ha ez egy előterjesztési javaslat, akkor én benne vagyok ebben is. Csak nem feltétlenül az volt a célunk az előterjesztéssel, hogy minden egyes alkalommal hozzunk be a testület elé adott esetben egy-egy támogatási igényt, hanem hogyha valami gond van, vagy olyan jellegű rendkívüli kiadás van, akkor azt tudjuk finanszírozni. A rulírozó hitelt év végéig vissza kell fizetni. Ez egy folyószám. Tehát az nem mindig egyensúlyban van, viszont január 1-től újra megnyílik mindig. Tehát azt hiszem, hogy ennyit. Köszönöm. Amikor beütött a Covid, nem tudom, emlékszel a képviselő asszony, hogy szintén egy ilyen 50 milliós rulírozó hitelt megnyitottunk mi is. Hozzá se kellett nyúlni, hál' Isten. Úgyhogy meg is szűnt az, azzal. Jó, tehát hogyha bármilyen átmeneti dolog van, később jön likvid hiány, hagy ne menjek bele ilyen pénzügyi dolgokba, akkor rendelkezésre áll. Ha hozzá akarnak nyúlni, hozzányúlnak, ha nem akarnak hozzányúlni, akkor megszűnik év végével, és mehetünk tovább. És a kezességvállalás, ha azt akarja föltenni, igen, tehát nem hogy még szeretett valamit föltenni, arra a válaszom pedig az, hogy mivel a Csorna projekt Kft. Alapvetően támogatásokból élő Kft., illetve gazdasági társaság, ebből adódóan ugye most már azért vannak egyéb árbevételeink is, de azoknak a mértéke még nem olyan, hogy a bank azt úgy befogadná, tehát mindenféleképpen szükséges egy önkormányzati kezességvállalás emögé a hitelforma mögé, inkább így mondanám. Köszönöm szépen ügyvezető úrnak. Még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki támogatja. Aki nem támogatja, megállapítom, hogy 11 igen, 1 nemmel elfogadásra kerül. Következő napirendi pontunk, előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Csorna-Szent István tér 5-7 szám alatti ingatlanban lévő ingatlanban található helyiségnek, itt a Vilmos Park ugye, ahol van, itt a szerződés meghosszabbítását kérték. Erről szól. Tehát ahol vannak, ugye le fog járni a szerződés, és azt kérik meghosszabbítani.
2025. június 30. napjáig. Kérdés, észrevétel. Megadom a szót. Bocsánat, nem szeretnék kukacoskodni, csak tájékoztatást szeretnék kérni. Ugye tudólevő a Vilmos Park Kft., illetve a Csorna Projekt Kft. 100%-os tulajdonú önkormányzati cég. Igen. Nem értem, a Csorna Projekt Kft., ha jól értettem az anyagból, akkor térítésmentesen kapja a helyiségeket. A Vilmos Parknak miért kell az önkormányzat felé bérleti díjat fizetni? Hogy mi ez a kettős mérce, vagy... Nincs kettős mérce, más a jogviszony. Az egyik bérleti szerződés, a másik meg vagyongazdálkodás. Jó, köszönöm. Vagyonkezelés, ennyi. És nem is adhatjuk hiába 100%-os önkormányzatú. Ott nem akarok belemenni a transferába, meg az összes többiben, nem is adhatjuk ingyenesen nekik. Vagyonkezelés, meg egy másik jogviszony. Jó. Mielőtt feltenném szavazásra, annyi történt itt a határozati javaslatok kapcsán, hogy egyértelműen ugye az előterjesztésben is benn van, meg itt is beazonosítható, de maga a határozati javaslatba kerüljön bele pluszba is az, hogy Vilmos Park Kft.-vel. Tehát egyértelmű volt eddig is, de hogy ezt ott a bizottságon beszéltük, hogy maga a cég nevet is írjuk be. Úgyhogy kérem, hogy akinek így megfelelő, kettő határozati javaslat van, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. A következő napi rendi pont szintén egy bérleti jogviszony hosszabbítás. Ezt nem egy évre, hanem az 5 év fog letelni a Timafi iskolának. Ők ugye 2024. augusztus 30. napjáig vannak, akkor fog letelni, és itt pedig azt kérjük, hogy újabb 5 évre hosszabbítsunk. Jobban mondva, ők kérik, hogy újabb 5 évre hosszabbítsuk meg. A tánciskolánál én kérem, hogy támogassuk. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. 9. napi rendi pontunk előterjesztés Csornaváros önkormányzat által működtetett mezei őrszolgálat 2023 évő munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Kérdés, észrevétel az előterjesztőhöz, aki az alpolgármester úr. Nem látom, hogy lenne, nagyon szépen köszönjük a mezőrnek a munkáját, mert van neki. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra kerül. A következő napirendi pont, 10. napirendi pont, előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Csorna-Soproni út 73 földszint 1 szám alatti ingatlan, bérleti jogviszonyáról, az ingatlanban végzett felújítások elszámolásáról. Ugye ez, most tudtuk kiosztani az anyagot, amikor megjöttek, tehát ezért is nem tartok szünetet, mert adtunk kellő időt az átolvasásra. Amennyiben kérdése, észrevétele bárkinek van, akkor a jegyzőasszony áll a rendelkezésükre. Úgyhogy megkérdezném, hogy kérdés, észrevétel van-e. Nem látom, hogy lenne. Itt a egy határozati javaslat van, de abban több pont is van, jól mondom? Igen. Jó, tehát egyrészt az elszámolásra, másrészt pedig, hogy akkor az ügyészség a továbbiakban tudja bérelni tőlünk azt az ingatlan. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy szintén egyhangulag elfogadásra került. 12. napi rendi pontunk, előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeknek a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóság részére történő értékesítésére. Itt annyit elmondanák, hogy a bizottság támogatta, hogy kijelöljük értékesítésre, a vételár az majd a későbbiekben ki fog derülni. Értékbeslést készítettünk, és akkor innentől a későbbiekben fog kiderülni, de az értékesítésre való dolog az megtörtént. Kérdés, észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs, úgy kérem kézfelemeléssel jelezzük. Jó, aki nem támogatja, és aki tartózkodik,
megint nem látom a képviselő úr, minél teszi fel a kezét. 11 igen. Először. Igen, először. Jó, akkor 11 igen, és 1 tartózkodással elfogadásra került. Jó, és akkor most jön a 12. napi rendi pontunk, előterjesztés a település belterületi határvonalának módosítására. Itt megkérdezem, hogy kérdés észrevétel van-e? Ugye ez az ügyfél kérelmére indult. Igen. Többször előttünk lévő. Adtam kellő időt, nem látom, hogy lenne, úgyhogy kérem, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Miután napirendi pontjaink végére értünk, írásban beszámoltam testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és átruházott hatáskörén gyakorlásáról. Megkérdezem képviselő társaimat, hogy észrevételük ezekkel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki támogatja, kész felemeléssel jelezze. Egyhangulag elfogadásra került. Bizottságok elnökei írásban szintén beszámoltak. Ide van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért azokkal a beszámolókkal. Szintén egyhangulag elfogadták. És akkor most kérdezzem meg képviselőtársaimat napirend utáni felszólalásra, kérdésre. Kér-e valaki engedélyt? Megadom a szót. Nem könnyen. Köszönöm. Nekem egy kérdésem lenne a Vilmos Parkkal kapcsolatban. Kaptam jelzést, és meg is néztem, és nagy arányú fakitermelés folyik az Vilmos Parkban. Nem találtam rá információt, hogy ez miért történik. Kérdésem lenne, hogy milyen célból. Tájékoztatás megtörtént, de akkor megkérem jegyzőasszonyt, hogy mondja el. A Vilmos Parkban 2 fa dőlt le a város tulajdonában levő büféépületre jelentős kárt okozva ezzel. Nem tudtuk megtartani a kigondolt rendezvényünket ott a Csornai csata emlékére, mert akkor újabb fák a jelentős esőzések hatására megdőltek, és szárukból fakadóan is még az egészséges fák is életveszélyes szöget zártak be a talajjal. Mindeközben a kutyafuttatóra újabb fa rádőlt, és a korábban elkészített egyetemi tanári szakértői vélemény alapján a fáknak a kitermelése megkezdődött annak érdekében, hogy nehogy élet vagy baleset veszélybeállása miatt bárkinek az életében, egészségében kár keletkezzen. Ezzel egyidejűleg a favizsgáló, a fákhoz értő szakember a bölcsőde melletti fákat is megnézte, az új bölcsőde melletti fákat, ott is haladéktanú beavatkozása volt szükség annak érdekében, hogy a gyermekek elhelyezésére szolgáló épület kerítése, vagy bármi ott a közelben ne sérüljön, ezért ott újabb fák kitermelésére volt szükség, és igen, ezt az utat bejárjuk, hogy a bélporhat gyökérfáradt fák, előregedett fák kivágásra kerüljenek annak érdekében, hogy senki ne sérüljön meg. Mindeközben természetesen gondoskodunk az újratelepítési terv elkészítéséről, amely már folyamatban van, és amint a veszélyes fák, előregedett, elkorhat, bélkorhat fák kitermelése megtörtént, azt követően a telepítésről, a természeti rendnek megfelelően, ahogy azt engedi a növényzet, haladéktanul gondoskodni fogunk. Köszönöm, jegyzőasszony. Még kérdés valaki részéről? Köszönöm. Felszólalás. Bocsánat. Nem látom, hogy lenne. Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy az ülés megelőző 3. nap 12 óráig képviselői interpelláció hozzám nem érkezett. Tisztelt képviselőtestület, mai nyilvános ülésünk végére értünk. Megköszönöm a meghívottaknak és érdeklődőknek a részvételt. Az ülés berekeztem, és a testület zárt ülés keretében fogja folytatni a munkáját. Szép napot kívánok mindenkinek!